Szevasz. Ez a puszi, ez egy coming out-nak is tekinthető. Nem tudom, nem szoktam pusziszkodni annyira. Nem? Te szoktál? Akkor találkozunk újra. Te szoktál? Én általában igen. De jó, akkor ezt kitüntetésnek veszem, akkor nem ez, kell. Ez nem új. Puszi nélkül. Helyezkedjenek el kényelmesen, mert kezdődik a piloták, cukrászok, művészek, bűvészek és államelnökök, matematikusok, fodrászok, borászok és mesterlövészek műsora, a Propaganda. Mai főszereplőink Magyarország első számú showmenje, aki először szerepel a TV2-n. Másodikos elemista koromban én körülbelül úgy voltam felfegyverkezve, mint a Taxi Driverben a Robert De Niro. És a magyar színházi élet legkülönlegesebb alkotója. Hagytam, hogy összerasztásodjon, de ez nem összerasztásodott, hanem összenemezesedett. Tehát mondom, itt volt egy tömb hátul, és akkor voltak belőle ilyen kisebb ilyen nyúlvány, szóval egy anyukám, ha rám gondolt, sírt, tehát ilyen szörnyű. Kérdezhetek valamit? Persze, mindig, át is adom. Jó, ezt akartam, hogy mindig ugyanezzel a táskával igen. jársz? Igen. Várj meg egy pillanatra. Mehetsz előre, go ahead. De most nincs kamera, várj. Nincs kamera. Ja, át kell állni. Igen. Nem csak meg kell nézni, hogy... Fogjad szépen, jó nehéz. Szóval ez kérlek szépen, ez egy vágott szélű aktatáska, marha box bőrből. Van ugye a hasított, ami ugye a ketté hasítják a bőrt, és akkor attól hasított bőr, vagy nevezik velúrnak, és ugye az a velúr, aztán van a... Milyen emlékeid vannak még nevek? Durabel, Goodyear, most egyelőre egy jut eszembe. Mi van ebben? Mit ó, hiszem? Az életművem. De miért kell? Azért, mert akkor semmit nem felejtek el. Tehát de biztos, hogy könyvek, minden... Könyvek, iratok? Adott esetben iratok, könyvek, csö. Határidő napló. Van több táskám, több sapkám és több nadrágom. Egyszer azt mondtad, hogy a humor olyan, mint a... szőnyeg, vagy a kutyák, vagy esetleg a gyerek, nagyon érdekes megfogalmazás, nélkülözhetetlen. Ebben a kis összeállításban mit jelent a szőnyeg neked? Hát ezt papám mondta mindig, hogy kutya és szőnyeg nélkül nem lakás a lakás, és ezért tartom magam. És azt mondta, hogy esetleg a gyerek, tehát hogy a gyerek akkor most nélkülözhetetlen, vagy sem? Hát az úgy tűnik, hogy azért az jó, ha van. Jó, ha van. És változtat az emberen is? Tehát ez a, rajtad ez is változtat. A gazdagság jobb a szegénységnél már csak anyagi szempontból is. Ugye, tehát a gyerek jobb, ha van, igen. Te milyen igen. apuka vagy? Ilyen klasszik apuka cuki. Vagy? Cuki. Cuki? Szerinted hogy... cuki. Jó, ez a légkalapács, nem? Tehát... Megadja a dolognak, amihez képest. Útépítő munkás nem voltál soha. Útépítő munkás nem voltam. De tanár, igen. Dramaturg a filmgyárban, forgatókönyvíró. Azért idegenvezető. Voltam idegesvezető is, kérlek szépen. Mit hagytam ki? Hát voltam kérlek szépen úszómester, amiről papíron van, ja, ezt sokszor elmondtam, ja, igen, tehát ez az pénztáros egyetlen szakmám. Kabinos, nem a Papszigeten. Olyan is voltam londiner is, felszolgáló is, vízvezetékásó is, showman, segédmunkása az akvinkumi ásatásokon, és Kamilla Arató munkás a Gyógynövénykutató Intézet Budakalászi telephelyén. Fábri Sándor. Kemény lesz. És most nagyon más ez a tér, mint gyerekkorodban? Ez nyugodt környék volt? Hát nézd, ez javában a galeri világ. Én ugye, mint ezt sokszor elmeséltem, Mohikánnak voltam ilyen udvari szórakoztatója. Mohikán udvari... volt a banda főnök? Mohikán volt az egyik komoly főnök, de mögötte állt a bátyja, a Dodi. Dodi volt a bátyja. És egyáltalában, tehát akkor azért bármi volt, akkor az egyik variáció volt, hogy hívom a papámat, a másik, hogy jön a bátyám. De te nem verekedtél? Nem, mert ettől engem Mohikán megóvott. Én azért alapvetően egy ilyen burokban felnőtt úri gyerek voltam, aki
aki ezt a világot nagyon szerette, és ezt a világot azért szeretem a mai napig, mert ez a maga módján egy tisztességes világ volt, lásd Keresztapa című film, tehát a játékszabályok be voltak tartva. De ezeknek a téri srácoknak a szülei, ezek ugye ittak, nem normális lakásokban laktak, tehát szociológiailag ők, hát ugye erre mondta édesanyám, hogy te mindig lefele barátkozol, de hát mit csináljak, ez érdekesebb volt, mint a hozzám hasonló úri gyerekekhez járni, és a villanyvasúttal, és a villanyvasúttal játszani. Sokan azt gondolják, hogy korunk legfontosabb színházi embere Pintér Béla, aki társulatával 14 éve itt a Műegyetem Kebelén belülműködő Szkéné Színházban mutatja be darabjait. Egyesek szerint a Pintér Béla társulat az értelmiség kabaréja, de szerintem ez egyáltalán nem fedi le a valóságot, valami sokkal fontosabbról van szó. Van olyan állandó nézője a társulatnak, akinek, hogyha külföldi vendége érkezik, akkor az illetőt idehozza el, mert szerinte itt sokkal átfogóbb képet kap hazánkról, mint amit bármilyen látványosság elmondhat rólunk. Megszoktad már ezt az épületet? Hát nézd, 25 éve vagyok itt, ugye reggel ugye kiszámoltuk, igen. De, na, nekem annyira furcsa, hogy ez tulajdonképpen egyetem, ez egy őrületes, több épületből álló komplexum. Egyébként érdekes, ez az országban a legnagyobb a parlament, ez a második legnagyobb épület az országban. Hát ez kicsit olyan, mint hogyha mindig valami birodalmi épületben lépnél be. Kérlek szépen, ez a alattunk levő díszteremnek a kupolája volt a Szkéné Színház, tehát onnan választották le, tehát kettőbe valaha vették. Valaha az egybe volt? Ez egybe volt. De ez azért érdekes, mert lehet, hogy akkor egyszer visszabontják. Így van, pontosan átapítottál, egyszer ezt vissza fogják bontani, le fogják bontani, és akkor az ember bemegy a díszterembe, felnéz, és azt mondja, hogy itt játszott 25 vagy 30 évig, érted, ott ez a színháznak egy nagyon-nagyon gyönyörű allegóriája, vagy nem tudom, hogy a levegőben lóg, a szószoros érted, igen. Na akkor sokat nevettek rajtad, vagy igen. Akkor még csak így próbálgattad nem, te is, hogy mit nem. Lehet? Például én viszonylag fiatalon kimentem Bécsbe a szüleimmel, láttam a Winnetou filmeket, ugye, amit senki nem látott, és akkor, ha beteg volt a tanárnő, vagy mit tudom én, vagy elmaradt az óra, és helyettesítés volt, akkor mondták, na hát akkor a Fábri meséljen. És akkor én meséltem, és ott már én a Winnetout is megszíneztem. Tehát ott már én szembesültem a non-fiction és a fiction problémájával. Jól lehet, akkor még ilyen modern szavakat ugye nem ismertünk. Igazi függetlenség, ez létezik? Mert most úgy tűnik, hogy nem? Tehát, hogy egy független társadat is igazad függ van. Valamit. Körül. Igen, igazad van. Kétségkívül nem létezik. Hát most ugye ez a nagy, hogy az állam, illetve hát a nyilván természetesen világválság, nem tudom, mindenhol mindenkinek kevesebb jut. Sok embernek az is baja a színházasokkal, filmesekkel, mindenkivel, hogy itt az európai rendszerekben az adófizetők pénzét szívogatják le, művészek, és most mindegy, hogy milyen formáról beszélünk, de hogy miért kell az adófizetőknek tulajdonképpen finanszírozni adott esetben Pintér Béla művészi ambícióját? Hát nézd, én erre nyugodt lelkiismerettel válaszolhatok olyan szempontból, hogy nekik hatalmas közönségük van. És nem bulvárt játszunk, nem olcsó művészettel állunk elő, hanem éppenséggel úgy tetszik, kortárs darabokkal, kortárs drámákkal van óriási közönségünk. Tehát ezeket az embereket, ha megkérdeznék, hogy ön hozzájárulna az, hogy az ön adóforintjából marad ön fenntartásra? Szerintem egy nagyon határozott igen lenne a válasz. Igenis létezik ez a szabad forma, igenis hozhat olyan bátor, szemtelen vagy meghökkentő hatásokat, előadásokat, amelyek miatt ezeket igenis lehet független, alternatív, hát hogy színháznak nevezni. Tehát létezik, él ez az éra, és kár lenne eltaposni. A snúr az németül ugye vonalat jelent, hát játszottunk két 10 filléresbe, két 20 filléresbe, az nyer, aki a falhoz legközelebb van, a meganyerő, ha valakinek sikerült a kikopott kötőanyag helyére belőni. Na, hát egyelőre jól állsz. Nem mentem ki a pályáról?
Nem. Azt hiszem a pálya szélessége... Lyukra megyek, jó, de nem sik. Jó, akkor most szedd föl. Ja, ez azt jelenti, hogy ez az enyém? Igen, nem. Te most te rázol. Elteszem. Így a kis kezeddel. Rázod és ledobod a földre. És a fej a tied. Uh-huh. Az írás az enyém, szevasz. De miért ezt most találtad ki? Mi? Nem! Ez volt a játék. Ki a fej, ki az írás? Nem. Hát, hogyha az állítottad, eltaláltad, amit én most nyilván nem fogok. Ha hát te jó, megvan, de te korabszót nyertél. Úgy képzeld el, hogy mondjuk itt a húsvéti locsolás után oda sem mehettél, mert ott a legmenőbb a világ. Tehát akik tényleg biciklilánccal verekedtek, stb. Tehát ezt mi távolról néztünk, és ők 2 forintosokban játszottak, és ez azt jelentette, hogy húsvét locsolás után, tehát hétfő délután, itt 4-500 forint volt a földön. És ez az egész közeg, ez befogadott téged? Elfogadtak, igen, és a mohikán meg csípett, hogy ilyen jó dumám volt, meg filmekről meséltem, meg ilyesmi. Tehát te szórakoztattad őt? Én voltam az ő szórakoztatóiparosa. Tehát is... pont olyan az, mint a keresztapának Frank Sinatra, ha érdekel. Fly me to the moon. Let me play a band with those stars. Let me see what life is like. És itt ez az iskolád, itt állunk, igen, most, Újpesten, ez mi volt a neve? Bőripari, micsoda? Simon Ferenc, nem tudom hányas számú, bőripari szakközép és szakmunkás képzőintézet. De ez még a szociban? Tehát késő kádárizmusban vagyunk? Igen. Hogy jött ez az ötlet, hogy te egy bőripari szakközépiskolába járjál? Hát kérlek szépen én azok közé, a gyerekek közé tartoztam, általános iskola gyerekek közé, akik a humán tantárgyakból nagyon jók voltak, de a reálból borzasztóan rosszak, tényleg ilyen kegyelem kettesek, és akkor mondták a tanárnak, hogy figyelj, hát így ez ebből te a gimnáziumról ne is álmodj. És akkor hát elkezdtem keresgélni, és akkor egy haverom mondta, hogy központi fűtésszerelő lesz, mondom, hát ez engem is. Hát jó, az végül is az, jól lehet keresni, meg nem tudom. De ezt hát, felizgatott? Egyáltalán nem nyilván, hát hogy biztos, na. És akkor elmentünk ilyen pályaalkalmaskodási vizsgálatra, mondták, hogy nem, mert gerincferdülésem van. Te jó ég, hát most kell leadni, már le is adtuk, akkor mit csináljunk? Hát van, lehet elmenni, mit tudom én, cipőfelsőhöz készülni, bőrdíszművesnek. Hát a bőrdíszműves, hát végül is az lehet csinálni, az már féli már a művészi munka, hát a bőrdíszművesnek. És akkor így. A darabjaidban nagyon sokszor megjelenik a vidék, mint helyszín. Nagyon sokszor eleve vidéki emberek a szereplők, nagy Isten, erdélyiek. Ez a környezet, ez hogy kerül a te világodba? Kecskemét környéke, Kerekegyháza, Fülöpháza, Fülöpszállás környéke, tehát oda valósiak a szüleim, és mind a két nagyszülő, tehát az apai, anyai, ezért sokat voltunk lenne a tanyán, tehát ez a tanyasi élet, nem falu tanyában, nyáron mind a kettő tanyas. Egész évben. És apád nem ment veletek soha? De ritkán, de hát abban nem is volt mondjuk túl sok köszönet, tehát mondjuk megjelent. De itt van például egy konkrét a sütemények királynője, amikor, hogy csókoltatok meg engem, kérdezem ugye a gyerekeket. Ez konkrétan megtörtént, apám lejött, hát jól benyomva, mentünk elő, már láttuk, hogy ezért, hogy csókoltad, majd nézzétek meg, hogy fogom megcsókolni a nagypapát. Gyerekek, nézzétek meg, hogy én hogy fogom megcsókolni a nagyapátokat, úgy kell megcsókolni valakit rendesen, szavaz? Nem kell, ez pista. Az apád ez tűzoltó volt? Tűzoltó, igen, tűzoltó főtörzsőrmester. Igen, itt maradt a medicinlabda. De komoly. Igen. Nézd meg. Ezt már nem tudom megmondani. Egy darabját. És itt például egyébként szabadnak érezted magad? Hát ez a kamaszkor, illetve már a nagy kamaszkor, úgyhogy én nagyon sok mindent, hogy úgy mondjam, megengedtem magamnak. Tehát itt az iskolában az osztályfényképet, ha történetesen majd még találkozom, látszik, tehát, hogy én ilyen raszta vagyok. Hogy a raszta attól raszta, hogy csak tengervíz érheti a haját. Már nem mossák, csak itt. Ez kell nekem, gondoltam magamba, és már jó hosszú volt a hajam, és hagytam, hogy összerasztásodjon. De ez nem összerasztásodott, hanem összenemezesedett. Tehát mondom, itt volt egy tömb hátul, és akkor voltak belőle ilyen kisebb ilyen nyúlvány, szóval anyukám, ha rám gondolt, sírt, tehát ilyen szörnyű volt. De apád az engedett ilyeneket, hogy tűzoltó zubbonyt egy raszta hajjal megaláz? Gondolom az ő értékrendjében van, hogy ez a két dolog mégse fért össze. Hát igen, akkor már nagyon rossz volt a viszonyunk, akkor már talán nem is beszéltünk. Hogy már nem tudod, mert akkor már az életedben. Akkor már elmérgesedett, akkor már egy szakadéktátom. Egyébként a Hunyadi térre az út az itt vezetett tőlünk, ugye ezen a sarkon, tehát itt hatoltunk be a Hunyadi térre, a sarkon állt egy némi mérleggel, és annak el lehetett adni a száraz kenyeret. De legalább egy fiúval, ugye, tehát azért hagyományőrző fiatalokról van szó. Hát szóval ez a mi időnkben nem volt, ahogy így hozzám hasonló idős emberek
ezt el szokták mondani, kis irigykedéssel. Nem csókolóztál lányokkal hát, az utcán. De nem az, hogy feküdtünk a padon, fényes nappal, és hosszú fogorvosi beavatkozásra emlékeztető csőrözés. Gyerekkoromban nagy élményem volt ez a hősi emlékmű, vagy emléktábla, ugye az első világháborúban, elesett vasutasok tiszteletére, ugyanaz a bajonett, tehát ami ott látható, ugyanolyan kaptam én a nagyapámtól. Tehát nekünk a konyha fiunkban volt egy bajonett, kis rendes bajonett. Te azt kezedbe vehetted? Te anyne, hát azt egy időben hordtam is. Hát én másodikos elemista koromban, én körülbelül úgy voltam felfegyverkezve, mint a Taxi Driverben a Robert De Niro. Tehát kisbaltában jártunk iskolába. De hát, te nem voltál veszélyes gyerek, vagy önveszélyes voltál? Voltak sérüléseid? Van is, de ezt most nem mutatom meg. Miért nem? Nem, hát azért mindennek van határa. Nem jó a lábad? Isteni a lábam, nagyon szeretik a nők, mert egy rendkívül izmos futballista combom van, aminek egy időben nagyon komoly vevőköre volt, csak meg kellett találni. Mögöttünk a szülőháza. Te már ide születtél, vagy később költöztetek ide? Nem. Amikor én megszülettem, akkor mi itt kezdtünk vércsaptolni a harmadik emeleten. De hogy ide nézett az ablakotok? Hát persze. Ja, akkor ott fönt a sarokban. Igen. Ahol pillanatilag lécekkel van megoldva. Tehát a rendszerváltás után 21 évvel Európa egyik legpatinásabb sugárútján az erkély szörös deszkával van kipótolva, és azt gondoljuk, hogy ez így jó, nem akarunk fegyvereket kérni, nem akarunk ezen, már föl se nézünk, már rázza a fejét, nézd meg. Egyébként a kerékpár útnak a kezelése, ha nem figyelsz, megőrülök, te vagy a műsorvezető. De a házat néztem a golyónyomokat. A fronton olyan sok minden nem látsz, részben azért nem látsz, mert leverték a különböző kariatídákat és egyéb vakolatból készített ornamenseket. A felesleget leszették. Leszették azt a felesleget, amely az alatt közlekedőkre esetleg veszélyt jelenthet. Most leköpted a combomat, de nem baj, mert az előbb van. Szemen köptél. Jó, hát ez benne van, de a műsorban is, akiket az elsősorban ülök, akiket leköpök, az árban a törlés benne van, tehát szoktam őket törölni. Na most, hogy... Ennyi duma mellett hány embert köphettél már szemben életed során? Biztos sokat. Az, hogy az Andrássy úton laktatok, annak volt valami jelentősége számodra, vagy akkoriban ez is csak egy ugyanolyan környék volt, mint a többi? Óriási, tehát két nagy differencia volt, amit talán anyám technikája példáz a legjobban, hogy anyám nem járt mellékutcában, ha csak nem kellett menni. Tehát nekem az, hogy valaki mellékutcában lakik, az nekem egy távoli, nem kívánt, kellemetlen világ volt, amint hogyha ebbe a házba benéznénk, de nem tesszük, akkor... Ebbe a házba, ahol te születtél? Igen. Hát mire néznénk be? Benézünk. Hány óra ez a műsor? Hány részes? Nézzünk be, gyere! Ezt megpróbáljuk, de még beszeretnék valamit fejezni, de befejezhetjük bent is, jó? Na mondjad! Nem, végre lett egy spontán pillanatod, és azt én azt is megakadályoztam. Benézzünk. A kapu az még ugyanaz, nem? Az nem. Menjünk be kézen fogva. Azért az manisad. Finom vagytok egymáshoz valók, ezt mindenki látja. És nem csak a korkülönbség miatt. Te egyszerűen alkalmatlan vagy egy normális párkapcsolatra, és ezt te is tudod, csak nem mersz szembesülni ezzel. De az Anitát, hál' Isten, sikerült meggyőznöm. Milyen bűntőben van az Anita? Hát ezt később már nem lehetett volna megcsinálni, az már veszélyes lett volna az Anita egészségére. Mert kapura jött, hogy az Irén is pont most ment felsőhátra, el tudta kísérni. Ezt tudta az Irén is? Ja nem, neki nem mondtuk el. Sajnos neki még vannak ilyen elvei, hogy az élet mindenek felett. De később majd ő is belátja, hogy ami arra a kis cigány zsidóra várt volna, az úgyse lett volna életnek nevezhető. Ti darabjaitok azok nagyon kötődnek Magyarországhoz, ahhoz az élethez, amit mi itt ugye nap mint nap
megélünk. Ugyanakkor külföldön bárhová mentek, ugye rengeteg fesztiválra hívnak meg, titeket mindig nagyon sikeresek vagytok. Hát amikor New Yorkban voltatok, most nem emlékszem pontosan, hogy talán a New York Times kritikusa azonnal az előadásotok után másnap egy komoly, lelkes kritikát írt, amit nem nagyon szokott kapni, például magyar színtársulat se gyakran. Miért vagytok ti olyan sikeresek külföldön? Ezzel meggondolkodtál? Mit vesznek le ők a Pintér Béla társulatban? Igen, tehát egyfelől lokális, helyi hogy dolgokat használ az előadás, és általános emberi problémákat is hát fejteget. Na most a Parasztopera esetében szerintem azért most beszéljünk a Parasztopera, mert nyilván azzal utazunk a legtöbbet, illetve még a Szutyokkal most egyébként meglepően sokat utazunk. Azért mondom, hogy meglepően, mert nagyon szövegcentrikus előadás, és ugye a magyarországi szélső jobb, mint olyan jelenik meg benne a maga hát, attribútumaival, és akkor azt hittem, hogy hát ez nem fog segíteni. De nem, nagyon-nagyon-nagyon szépen működik. Értik? Abszolút, igen. Sok a szöveg, tehát én azt hittem, hogy hát jó a Parasztopera azért, mert a zene. De nem, tehát nem csak az, tehát a történet. Igen, tehát maga az előadás, a darab magja, hát ugye a történet, illetve a mondani való, vagy a világkép a formától függetlenül annyira erős, hogy tök sok helyre, hál' Istennek sok helyre hívják. Wikipédia is írja, vagy te magad nevezed magadat nemzeti liberálisnak. Nézd, mások is vannak ebben ezen, csak ebben a kérdésben az ember azért a csomagot otthonról kapja. Tehát apám például soha nem erőltetett semmit, hát semmilyen barátot nem tiltott. Pedig Mohikán bátyja betörő volt, és az apja kasszafúró. De tudott róla az apád? Hát följött hozzánk, és azt mondta Mohikánnak, hogy foglalj helyet a fotőjben, amiből Mohikán két dolgot nem értett, a fotőjt és a foglalj helyeket. Mert neki ilyet életében nem mondtak. Ő orientált. Én tudtam, hogy ő szerette volna, ha én nem ilyen művész irányba megyek, nem a filmgyár irányába, hanem mondjuk jogász leszek, vagy valami, ahogy ezt te is elmondtad, ugye, édesapádról, hát ez minden szülőben benne van. Tehát hagytak? Tehát hagytak minden értelemben. Ez egy nagyon egyszerű motyó volt, a kommunistákat te soha semmilyen formában nem legitimálhatod. Ezt mondták a szüleid? Hát ezt sugározták. Nem csak, hogy ezt sugározták, hát ezt tették. De várjál, akkor neked a legnagyobb lázadás az lett volna, hogyha pártag lesz. Ebben az értelemben igen, de nekem a szüleimmel és főleg apámmal a kapcsolatom ennél sokkal jobb volt. Tehát én az apagyilkosságon, amelyen ugye minden kamaszgyerek átesik, én nem estem át. Te voltál a család kicsi kincse, a legnagyobb érték? Nyilvánvalóan, hogy semmit, hát igen, ezeket azért elengedem a fülem mellett, mert ehhez, érted, hát most akkor tekintsek magamra, mint kicsi kincsre, ez meglehetősen nehéz. Ezt sokkal egyszerűbben meg tudom fogalmazni. A szüleim is nagyon szerették egymást, és ők is nagyon szeretek engem, és én is nagyon szeretem őket. Tehát ez egy jó kis háromszög volt. A folytatásban Pintér Bélával felkerekezünk a csúcsra, Fábri Sándorral pedig a belvárosban kolbászunk. Most egy nagyon fontos helyszínre igen. Megyünk. Igen. Vegyél egy mély levegőt. Itt dőlt el életed. Hát tulajdonképpen igen. Hogy véletlenek vannak-e, vagy sem, nem tudom. De lényeg az, hogy itt, ebben a WC-ben cigiztünk. És akkor a Brunner Móni mondta, hogy őt nem vették fel a Pince Színházba, de most összetalálkozott egy sráccal, és ő elmegy a szkénébe felvételizni. És hogy azt mondja, hogy Béla, gyere már állt el is. Á, én nem megyek, mondom. Hát ne hülyéskedj, mert te mindig itt hülyéskedni szoktál, verseket mondod, gyere már. Á, jó, elmegyek. Hol van ez? Hát műegyetem rakvart. Jó, hát végül is. Ja, jó, elmegyek. Tehát körülbelül így nézett ki. Hány éves korodban volt? Ez 16.
Te hiszel abban, hogy van ilyen, hogy valaki, egy másik ember egy hasonló élethelyzetben nem kapja meg ezt a lehetőséget, és ennyi. Nem lesz belőle híres focista, nem lesz belőle híres művész. Én megmondom, minek az esélyét láttam volna, ha akkor nem fordul ekkorát az életem. Én egy olyan masszív alkoholista lettem volna, aki egész életében, ami ilyenkorra már véget ért volna, tehát mostanára már a halálba ittam volna magam, azon kesergett volna, hogy elrontottam az egész életemet. Mi a harmadik emeleten a bal sarokban? Tehát az, ami most egy ilyen barna ajtó. Igen, igen. Ebben ez volt vízgalom volt, nem csak hogy, ezt Tóth bácsi építette, itt víz csurgott mindenfelé, és ebben aranyhalak voltak. És a kert közepén volt elásva a két orosz katona, amiből kisebb-kisebb problémák adódtak, amelyeket most én nem részletem. Nem turkáltunk, és nem is mi ástuk el az orosz katonákat, és nem is mi találtuk meg őket. Attila, ezt elbeszélésből ismerem. Ugye a Mohácsi vésznél sem voltunk ott, de vannak bizonyos fogalmaink, ugye? Tehát hallomás volt. Egyébként mindig ilyen nagyon szépen ilyen lekerekítettem fogalmazom. Nem, csak most hogy mindig minden monológ. Ez nem egy ilyen menekülés? Egy olyan menekülés, hogy jobb, ha én beszélek. Ez hogy a világ jobb így, hogyha ez én... Ez teljesen jól látod. Ez erre én is csak már viszonylag érettebb fejjel jöttem rá, hogy az állandó beszéd az egyúttal egy védekezés is, tehát ahogy neked sem igen engedek kérdéseket föltenni, hogy engem ne vegzáljanak, tehát ebben biztos, hogy volt valami ösztönös védekezés. De miért félsz? Miért gondolod, hogy vegzálni akarnak? Nem lehet, félek, hogy csak hozzá akarnak szólni, adok-kapok játék. Hogy féltem, ezt nem tudom, de ez tűnt az egyszerűbbnek. Másodszor az emberek nagy része nem igen szórakoztató. Tehát sem nem túl szellemes, sem nem túl okos, sem nem túl érdekes. Ehelyett inkább bőszítő, buta, és időnként az embereknek, ilyen emberekkel is ugye kell pertraktálni, és akkor az ember önmagát próbálja elszórakoztatni, és ez egy nagyon gazdag belső életet jelent. Társaságban vagy, de mégis egyedül. Hát nem tudom, Béla. Jó nyomod egyébként. Kezdem azt gondolni, nem vagy mazohista? Most komolyan, ez nem a kínok elszenvedésének és az út fájdalmas megtételnek a gyönyöre? Nem, ismerni kell a szenvedést, érted? Tehát, hogy... De a fejedben nincs semmi, amikor izzadva mész fel. De. Érdekes, bizonyos pontokon megvannak, hogy most nem tudom, hogy neked ismerős ez az érzés, hogy mindig vannak ilyen aktuális ellenségek, akikkel veszekedsz magadban, vitatkozol vele. Hol egy kritikus, hol egy kolléga, hol egy másmilyen ellenség, nem tudom. Na jó, majd fent találkozunk, Béla! Jó. Hosszú-hosszú küzdés felfelé, aztán egy rövid gurulás, ez amit az élet, meg még mint a munka, tehát hogy hosszú-hosszú kemény szívás, szenvedés, és aztán egy rövid suhanás, de szépen modellezi, szóval bizonyos szempontból tréningezi nem csak a testet, a lelket is, úgy amúgy a munka vagy az élet miben létére vagy természetét. Instruálj, Béla, jól játszom a halott biciklistát? Meg kellett tanulnod egyébként azt, hogy te egy vezető vagy. Tehát, hogy embereket kell irányítanod, és üzemeltetned kell egy színházat, tehát még felelősséged is van emberekért. Meg számon is kell kérned. Ja. Hogy megtanulnom? Nem, ez úgy ment. Tehát a színházi része megy. Tehát úgy gondolom, hogy a próbán ki mit csináljon, hogy mint merre menjenek a dolgok, azt úgy jól tudom. Tehát, hogy egy előadást hogyan hozzak létre, vagy aztán a későbbiek folyamán hogyan tartsam szinten az adott előadást. Nem csak előadásról, hanem emberekről most is. Erről így szeretem volna folytatni. Ez a része jól megy, amíg a színházon. Aztán onnantól kezdve, amikor úgymond társulatvezetőként kell működni, az nem megy. Abban nagyon-nagyon gyenge vagyok. Ha valakivel problémám van, és úgy érzem, hogy az illetővel nem tudok tovább dolgozni, az nagyon pontosan megfogalmazódik bennem, és 5 év múlva el is mondom neki, érted? Soha életemben nem tartottam például a társulati ülést például. Tehát olyan, hogy gyerekek, üljük le, akkor beszéljük meg, hogy mi van, mi a helyzet. De végül is hát a színház az még létezik, meg megy. Tehát azért
lehet úgy társulatot vezetni, hogy mondjuk a társulatvezető ezekben a, hogy mondják ezt, a kommunikációs dolgokban kevésbé. A próbát, az előadást, ha jól viszi az ember, az már elég lehet szerintem. Nehéz ember vagy szerinted? Hát bizonyos szempontból igen, bizonyos szempontból borzasztóan nehéz. Ugye, de más, szóval nagyon a saját törvényeim szerint megyek, saját, de akkor ez nagyon messzire vezetett, hogy jó ember vagyok, szóval bizonyos szempontból nagyon rossz ember vagyok, tehát nem, de most ha maradjunk a munkánál, a munkában, úgy gondolom, ez egy harc. Tehát egyfelől az emberek meg kell küzdeni a saját lustaságával, a saját azzal a visszahúzó erővel, hogy majd megcsinálom holnap, vagy majd majd próbáljuk tovább, ezzel meg kell a sajáttal. És amikor nem elég, hogy a sajátommal kell megküzdeni, hanem még mondjuk a kollégáival is, akkor főleg mostanság elég durva is tudok lenni. Ezen gondolkodtam, hogy amikor itt csinálsz a kezeddel, akkor épp gondolkozol, vagy unod, vagy akkor nagyon élvezed, de felvetettem, mert általában, ha valaki élvez valamit, nem szokta ezt csinálni, ha csak nem gyerek, vagy nem tudom ilyen. Hát lehet, nem tudom. Ez érdekes, hogy azt mondtad, hogy bizonyos értelemben rossz ember vagyok. Ez egy olyan furcsa és nehéz mondat. Hát ez mindig másképp, minden nap egy kicsit másképp érzi, gondolja az ember, éppen hogy mi volt otthon, vagy mit tudom, hogy állnak a dolgok. De dolgozol is? Tessék? A darabokba is bekerül? Persze, magán igen. Magánélettől kezdve minden? Hogyne, természetesen. Igen. Tehát, hogy egy nagyon primitív kolléga fogalmazta meg annak idején, azt mondja, hogy mondta, hogy egy bizonyos időszakban azt mondja, amíg a Béla ivott, meg így rossz volt az élete, addig még tudott jó darabokat csinálni, most már, hogy ilyen kiegyensúlyozottabb, most már az előadása is ilyen jó. Szóval ez egy primitív bunkóság, de kétségkívül, amikor hogy úgy mondjam, a fájdalom szintje növekedett az életemben, akkor egy rövid megtorpanás után kétségkívül erősebb, pengébb darabokat hoztam létre. Tehát kétségkívül a fájdalom, mint olyan, én úgy tapasztalom, hogy az éppenséggel inspirálja az alkotásokat, vagy legalábbis szükséget tetik hozzá. A fájdalom. Ha ennek a homlokzatát mostani állapotban megnézed, akkor ebből megtudod, hogy a rendszerváltás mit ért. De ez egy komoly rész. Ez megvoltak? Erre van emléked? Nem, ez új bőrülás, ez nem volt. Jó napot kívánok! Jó napot! Így rá köszönsz, hogy jobban felismerjenek? Tehát azért köszönsz ilyen demonstratívan. Kedvesen. Na ez nem volt régen, de tulajdonképpen ez egy pazar kis angol. Ez nagyon jó. Hát nagyon ez... jó, mert amíg a kulcsodat másolják, veszel valami könyvet az ebédhez, és nyugodtan olvasgathat. Nehogy a pulcsidat lepaprikázd. Ez nem hogy foltod. Itt nem a dolog lényege, ilyen helyzetben, hogy beleharapsz, és a levet szépen leengeded. Ja, és ugye, akkor ott az... Mert a lé az itt a dolog halála. Egyébként te bárhogyan közlekedsz? Vagy csak csínyen? Inkább autóval a biztonságos bezártságba suhansz de az nem, emberek között? De nem azért... Én azért nem megyek tömegközlekedésre, mert a tömegközlekedés nem működik. És Pesten se laknál már? Nem volt, nem. Nem hiányzik? Nem. Hát valak... Egy barátom, ezt úgy fogalmaztam, hogy Budapest már nem az a nő, akiben szerelmesek voltunk. Úgy tűnik, mintha te valahogy sose tudtál volna feloldódni az adott jelenben. Tehát, hogy mintha nem tudtál volna olyan 100%-osan lubickolni mindig abban az adott jelenkori világban, amiben épp... Hát ebben azért a nők nagy segítségemre voltak. Meg a Rolling Stones. Meg a Rolling Stones, igen. De miért? De a szüleimtől és a nagyszüleimtől azt hallottam, hogy azért itt volt egy jobb világ, vagy volt egy más világ, legalábbis az ő családi szemszögükből. De gondoltad volna, hogy az csak bizonyos szempontból volt jobb, viszont itt van a rock and roll, és ez sokkal jobb. Az jó is volt. Tehát amikor én azért a kádárrendszerről mondjuk bizonyos nosztalgiával beszélek, akkor én azt szoktam mondani, hogy mi a kádárrendszer ellenére éreztük jól magunkat. A nagy kérdések, tehát hogy van-e szerelmed, vagy nincs, szűz vagy-e, vagy nem,
a legkeményebb diktatúrában történnek, az akkor is a te életed legszebb korszaka. Ezt kell. Nincs mese, tehát lejön a bugyi, vagy nem. Külön birodalmat van? Nem, csak innen csak én vizezem is, ugye? Ahaja. Vizezem is, és akkor ezért külön. Most ki? Dártán? És nem, nem. Tilla. Most ez ki gondolt, hogy Petőfi Sándornak felálltad a haját, de miért, mint egy ilyen... Mert az egy fotó, az a daguerotípia, hát ami figyelj, van, igen, az igen, alapján? Nem, ezt írták róla a kortársak, tehát Jókai Mor, azt mondja, hogy ő vagy, aki szerint, hát egy albérletben laktak meg ilyenek, elég jól ismerte, és akkor azt mondja, hogy mindig az égnek állította a haját, pedig félsőt, mindig az égnek állította, volt két hatalmas szemfoga, és úgy nevetett, mintha kínoznák. Tehát olyan volt a nevetése, mintha kínoznák. Na, szóval ez oké. Na most ugye azt játszunk, hogy 1848-ban vagyunk, és van tévé. Ugye? Tehát akkor ez már behatárol egy olyan valóságot, ami egyfelől korhű, másfelől azért történnek benne olyan dolgok, amik nem volt. Tehát Petőfi, és akkor mondjuk belövi a haját, tehát hogy olyan izé, ha nem is punkosan, de úgy élnek. Igen. Mainstream menő, igen. Hát nem annyira menőre szeretném, igazából akkor jó, amikor kicsit megszárad, és akkor úgy áll égnek, mintha azért, de hát... Mintha áramot vezettek volna belőle. Igen. Tehát ez a forradalmi heavy metal nekem. Hát tulajdonképpen igen, az idegbajtól égnek áll. De ez már sok lesz, nem mindegy. Igen. Hány évet élt Petőfi? 24-et vagy 25-et tudom, hogy sok szerint igen. Nagyon zavarba ejtő, nem? Hát igen. Van egy ilyen teperésben, de most gyorsan megyen vagyok, most rohanni kéne, most már... Nem, ilyen nincs. Minden évben kirúkolni egy vagy két ujjal, nyilván ez a feladat. És akkor ennek még úgy meg tudok felni, de hogy 40 éves vagyok és még itt. Tehát nem, hát a Buñuel ugye 90 éves korában forgatta szerintem a legjobb filmjeit. Te, és akkor most elkezdtél egy új korszakot. Szoktál egy a jövőben gondolkozni, hogy meddig akarod csinálni? Hát, ameddig... Van rá fogadó készség, hogy fogalmazunk itt. Tehát nem szeretném, ugye annak idején úgy fogalmaztam, hogy nem szeretnék a magyar showbiznisz Kádár Jánosa lenni. Tehát... Van még olyan dolog szerinted, amit még te szívesen csinálnál? Ilyen nagy volumenű dolog? Vagy már csak vizitúrák is? De kérdeztem. Semmi különösebb tervem nincsen, amiről viszont szívesen beszélnék, ha megengeded, hogy a víz az egy nagyon fontos dolog. Tehát mi még fürdünk a Dunába, valószínűleg már, persze, látom a borzongást ezen a tápos pesti sápatak fejeden. Nem igaz, én Dunabogdányban rendszeresen járok a gyerekekkel. De ez most nem érdekes, hogy te mit csinálsz Dunabogdányban, mert a műsor nem rólad szól. Tehát te itt egy moderátor vagy, majd ha rólad lesz ilyen propaganda című műsor, akkor te elmeséled, hogy Dunabogdányban a gyerekekkel mi a f*** csinálsz? A haragszorra, hogy mindig. Most már nyűgös vagyok, késő van. Jó, mit tehetünk róla? Levenném a cipőmet, szellent. Szóval most már nyűgös vagyok, most már kezdem a járókából kifelé dobni a holmit. És neked mi a pihenés egyébként? Az olvasás? Ilyen nagyszerű műsorokban szerepel.